Sziasztok! Pár perc alatt a világ körül. Itt vagyunk az Ezer tó országában, Finnországban. Itt mögöttem látható egy darab tó. A többi 999 az úgy szanaszét az országban. Most kávét fogok főzni, és megmutatom nektek, hogy hogyan működik nálunk a konyha. Ígéretem volt már nektek arra, még az indulás előtt, hogy meg fogom mutatni nektek a konyhát. Most kezdünk azzal, megmutatom a hűtőt. A hűtőt, ami egyébként egy fagyasztó is egybe, egy 45 literes fagyasztó, itt van bent. Ebből most kiveszem a vajat, hogy golyóálló kávét tudjak készíteni. A mézet is magamhoz veszem, és megmutatom nektek a kávét, amit le fogok főzni, és vele együtt a konyhát. Itt van a konyha. Hát ez a mi konyhánk. Nem túl nagy, de van. És minden föl van szerelve, itt van a gázfőző. A kávét azt már összekészítettem, tehát így. Úgyhogy már is indul. Már főzöm is a kávét. Addig elmondom nektek, hogy itt van a fűszer az ajtóban, illetve olaj, szerecsendió, pálinkás pohár, csili, mi egymás, ami kell. Fölsősorban poharak, kéztörlő, bent hátul kisebb dobozok, középső sor, különböző kések, késérező, késkanálvilla, kiskanál, nagykanál, fakanál, szelőkanál, pezsgős poharak, lattéskanál, alsó sorban pedig teásfőző, teáskanna, serpenyő, levesfőzőedény, tejmelegítő vagy tejforraló. És minden, amit itt láttok, szintonfacsaló, minden van bent ebben a konyhában, tehát egy jó felszerelt konyháról beszélhetünk. Most megmutatom nektek azt, hogy hol szoktuk elfogyasztani a kávénkat. Kinyitom a csillagromboló hátulját. Úgyhogy a kávé azért megmaradjon a helyén legyen. Jó. Ezzel megvagyunk. És van egy ilyen szerencsés elosztás a Toyota Land Cruiser hátuljának, hogy egy kis pad lesz belőle. Ami azt jelenti, hogy itt tudjuk elfogyasztani a kávénkat, nagyon sok esetben viszont meg. Ha már kinyitottam a hátulját, akkor itt van az ágy, ezt is megmutatom. Egy 2 méter 5 centi x 150 centis ágy, elég kényelmes, picit kicsi a hely, de nagyon jól elférünk. Annyi, hogy káposztára és lecsóra gondolni se szabad itt bent. Közben itt vannak a fiókok, ebben van a ruha, Mátié, az enyém, talán kicsit kevesebb rendel, melegvizes zuhanyzó, kompresszor, stb. Stb. Tehát minden van az autóban, ezeket majd később fogom megmutatni, hogy mi mindent rejt itt az autónak az ágy alatti része. Tovább majd jelentkezünk legközelebb Rovaniemiből.